Most mese kiígérkezik, így fizikum alapján. Hát tegnap pappaléra beszéltem telefonon, ő mondta, hogy jön le Szegedre, gondolom itt van, valahol a nézők között. Mert ő elég lelkesen jön a rendezvényeinkre. VIP szektorban növényiek mellett megtaláljuk. Igen, igen. Amatőr MMA mérkőzés. 80 kg, 3x3 percben. Igen, Kancsi mondja, hogy könyök, de kalapács nincs. Tisztelet itt is megvan természetesen. És már is indul. Gyors pacsi. Mondjuk el a nézőknek, hogy itt az amatőrben ugye mi ezt a 7 unciás úgynevezett grappling vagy bufla kesztyűt, aki hogy szokta ezt nevezni, ugye ezt alkalmazzuk. A hölgyek urak, nyugodtan lehet biztatni a harcosokat! Csináljuk utolsátok meg, hogy mit tudtok! Nem a kis kesztyűben a 4 unciásban. Igen, ez egy levitel szeretett volna lenni, csak Giotinra próbált, egy ugró Giotinra próbált bejönni. Igen, ő okosan föltolta a ketrecet, de hát fejjel kéne egy kicsit tolni, akkor lenne értelme. Mondjuk igyekszik is vele. Egy brutális pingozó és egy gyökkeményken pohorzottam össze egy ecskodetben. Dolgoznak az izmok. Azt hiszem. Egy izgalmas meccs lesz, Gyuri, hogyha idő előtt nem fejezik be. Igen, ott a lábat mondjuk ki lehetett volna húzni, és már is fordulhatott volna belőle. Kéz kizárással megy, most még látod, ott van mellé. Nem, de igyekezett vele. Igyekezett vele. Ilyesmire számítottam Gergőtől, zártam a hatalmas kempós pofonot. Ott már. És jönnek a térdesek. Hát igen, Zenbukán Kempo, hölgyeim és uraim. Hát ez elcsúsztak. Ez csúszás volt inkább, én azt mondanám. Azért azt mondjuk el, hogy Magyarország. Gyönyörű volt ez pedig. Van, hát háromszor? Nem. Nem. És már jönnek a vérecskék is. Ez igen. Gergő nem betyázik. Azt gondolom, hogy neki ott a helye a profi között, Gyuri. Sajnos Vincének nem sok jól néz ki ebből, de nagyon jól tartja magát viszont. Tehát azért ezeket a pofonokat, hölgyeim és uraim, állni is kell. Bizonyám, ez nagyon, nagyon kemény. Szól a régi boxoló mondás, nem mindig az a kemény, aki adja, hanem azt, hogy állni is kell. Igen. Nagyon tiszták azok az ütések. Még nézd, még mindig visszamegy és feláll és csinálja. Hát igen, ott átcsúszott. Abszolút respekt, én azt mondom Vincének is. Hiába van rosszabb pozícióban, illetve folyamatosan ütik a fejét. Én nem is értem, hogy tud ennyi ütést kibírni fejen. De hát őt is kemény fából faragták, tehát ez biztos. Azaz, jó. Megszólalt a menet végig jelzőkül. Vince nagyon ki van. Rengeteg ütést kapott. Nem értem. Gergő van megsérülve? Neki a feje szakadt? Nem, a másik csak össze van vérezve. Igen. Nem tudták, hogy most melyik vérzik éppen. Igen, hát ez ilyen. Én nem tudom, ezeknél a lányoknál még mindig a második menet van. Nem értem. Hölgyeim és uraim, Marián Györgyöt elvesztettük. Igen. De elvesztem a részletekben, itt borzasztó. Nem baj, egy Sárközi Robit megkérdezzük majd, hogy honnan igen. rendelte a lányokat. Éjszaka még előttünk van. Bármi történt. Bízunk benne, hogy a felesége nem hallgatja a közvetítést. Mi
Szóval azt kezdtem el mondani a Kempóról, hogy ugye több Kempó szervezet is működik Magyarországon, de azt kell a keményebb, illetve a tradicionálisabb az az Embukán Kempó. Igen. És hogy van kétszer-három edzőt. A nemzetközi eredmények is bizonyítják. Hát igen, meg ők tulajdonképpen a Fila Égica alatt nagyon komoly világversenyeket hoztak össze. Van információnk a srácoknak a mérlegéről, tehát a jelenlegi MMA-s pályafutásokról? Sajnos nincs, mert nem érkezett be ilyen információ, próbáltunk összegyűjteni, csak nagyon rövid volt az idő, szerintem talán azért nem érkeztek meg így az infók. A jelenlegi 84-es kategóriát, hogyha nézem, vagy akár ugye a 77-es is azért lenne itt ugye. Keresni valójuk, az mindenféleképpen. A fiúknak. Hát 84-ben egy kicsit feltöltenek, akkor nem lesz ezzel gond, mert Pápán lesz a B csoportos 4-es. Igen. Gyönyörűen elférni a bármelyik szerintem. A döntőben ugye Gőz Bálint már ott van. Így van. Valószínűleg Ágúst Pápáról, így van ő. Figyelj, gyönyörű volt. Ez egy gyönyörű megmozdulás volt, kár, hogy nem talált. Igen. Ilyen nézők. Nagyon-nagyon látványos bunyót csinálnak. Okos bunyót, tehát hogyha megnézed, Gergő nagyon-nagyon taktikusan dolgozza, míg hát Vince úgy látom, hogy ő már csak inkább reagál az eseményekre, mint hogy előre menne. Aha. Igen, ezeket a pérdeseket nem tudta védeni, mert kizárta a kezét könyökénél fogva. Ugye ezt nem tudta levédeni, ezt kettő szépen betalált. Kezek is elmondjuk a kezdet. Igen. Hát... Hoppá! Ez gyönyörű volt. Ez egy csodálatos birkózó megmozdulás volt, hölgyeim és uraim. Vince nagyon szép volt. Vince-től gyönyörű volt. Kiemelte, ahogy kell. Növényi és Nugo úrnak gondolom. Melle dagad ugye a birkózó. Igen, hogy folytás. Hátsó folytás és talán összejön? Nem, nincs benne a másik keze. A húkon bent vannak, azt látjuk. Igen. Vajon alá tud tetteni? És ott nézd! Félkézzel, az gyönyörű. Igen, jó lenne a másik kameraállás, viszont igen, nem, a bufla kesztyű miatt nem fogja tudni betenni. Gyönyörű volt! Azt kell, hogy mondjam, hogy ez meglepett minket. Ez nagyon vissza. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag rommá verték az első menetbe, tudott meglepetést okozni. Erről szól ez a zenemát, tényleg hát megfordítható bármikor. És láttad, egy hiba volt. Azonnal kihasználta, jött a birkózás. Így van. Nagyon jó volt. Ha jól emlékszem, Párdos is annyi, mint hogyha azt mondta volna, hogy ez a létcsapó figura. Nem tudom, igen. Lehet, hogy most hülyeséget mondtam. Hú, micsoda küzdelem! Micsoda küzdelem! De ez gyönyörű volt, ez azt gyönyörű kell, hogy mondjam. Egy hiba, elég volt egy hiba, így van. Ketrezben bármi megtörténhet, hölgyeim és uraim. Most egy tornáról beszélnék, akkor ez még inkább igaz lenne. De hát most ez egy amatőr szuperfight volt, itt is bejött. Ketrezben bármi megtörténhet. Onnantól kezdve, hogy az ajtó becsukódik. Ez egy ilyen kokó barátunk fogja átadni a díjat. A földicském. Igen, így van, a földid. Kókai Kokó Gabiról tudni kell azt, hogy Győr és környékén rendel. Igen, ő ott szokott rendelni. K.O. doktor, tulajdonképpen Kortis Gáborral, aki szintén ugye a pápai kokó, a győri kokó mellett. Győrt, Pápát, illetve most már Komáromban is van iskolájuk, folyamatosan fejlődnek, és hát ugye figyelmel követik a kedves nézők a gálaikat, egyre többet vannak ott, és egyre jobban jönnek föl. Ugye Kokónak ma lesz embere is, aki küzd. Méghozzá Varga György, aki a cirkuszban Kovács Laci K.O.-jától ment le. Így van. De azt gondolom, hogy szerintem én beszéltem Gyurival egyébként. Nagyon összeszedte magát, tanult belőle. És hát szeretne bizonyítani. Ez egy csodálatos mérkőzés volt.